közeledő tavaszi szünetre való tekintettel a héten egysportág mérkőzéseit bonyolították le a tavaszi sporthetek rendezvény szervezői. A verseny harmadik napján a kosárlabda meccsekre került sor, melyeken vegyes csapatokban küzdöttek meg a diákok. Nagy Kristóf a Jújúból érkezett tanulóival, és arról beszélt stábunknak, hogy miért is tartják kollégáival fontosnak az ilyen megmérettetéseket. Így talán jobban tudjuk a gyerekek körében népszerűsíteni a labdajátékokat, és hát köztudott, hogy a iskolába szerzik meg ezeket az élményeket, amiket később az életbe ugye tovább tudnak vinni, illetve szabadidejükbe használni. De szerintem itt azok, akik eljöttek, azok a szabadidejükbe is szívesen sportolnak. A tornán néhány plusz szabállyal egészítették ki a hagyományos kereteket. A négynegyedes játékidő helyett csak egyszer 10 percig tartottak a mérkőzések, valamint a lányok által dobott kosarak értékük duplájával lendítették elő a csapat összpontszámát. Mihalek Gabriella a JAK-ban már tanulmányai végéhez közelít, a sportheteken a kosárlabda mellett a fociban vett részt és a tesi órai élményeiről is mesélt. Futni szoktunk, ott is floorballozunk, csapatjátékokat játszunk, raplabdázunk, jól szoktak telni a testnevelés órák. A kosárlabda mérkőzések végső eredményét a képernyőn láthatják. A következő alkalomra április 5-én csütörtökön kerül sor, ekkor a fiú csapatok mérik majd össze tudásukat kézilabdában.